Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! Bántottak már? Mesélj róla! Ezzel a címmel indult országos rajzpályázat 7-12. Osztályos diákoknak. A pályázati leírásban azt olvastam, hogy annak ellenére, hogy a mai fiatalok az online közösségi térben egyre aktívabbak és bátrabbak, mégis egyre jobban növekszik ebben a generációban is. A szorongás, a félelem és a depresszió, hogy miért van ez, és mit lehet tenni az iskolai bántalmazás ellen, ezeknek is utána járunk ma. Itt van velem a stúdióban Vati Kitti pszichológus. Szia Kitti, köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat. Eljöttél. Szerintem ez egy nagyon... Pontosítanék, mert kortársoktató vagyok és terapeuta, érzékenyítő terapeuta, integrálpszichológiát tanulok jelenleg, de még nem vagyok pszichológus. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, de nem csak az a lényeg, hogy érdekes, hanem nagyon-nagyon fontos is. A bántalmazás önmagában, mint szó, ne is menjünk bele már egyből az egészbe, hanem mint a bántalmazás, mint szó, az mit jelent? A te olvasatodban. Ebben az olvasatban azt jelenti, hogy bántalmazásnak azt mondjuk, amikor például egy kortárs közösségben, gyerekközösségben egy vagy több diák úgymond rendszeresen bánt egy kiszemelt úgymond áldozatot, azt nem nevezzük bántalmazásnak, hogyha valaki mondjuk ez az oda-vissza kapok dolog van, szóval hogyha valaki mondjuk nem tudom így. Ez az oda-vissza. Most kis túlzásra mondjuk csúfolják egymást a gyerekek? Egyszer mondjuk egyszer előfordul valami, és akkor úgy oda-vissza csúfolják egymást, az nem nevezzük iskolai bántalmazásnak, hanem ez a rendszeresen fentálló testi vagy lelki bántalmazás, és itt egyébként az online bántalmazás is. Hogyan indul el maga a bántalmazás? A bántalmazás általában úgy indul el, hogy van az a bántalmazó, és úgymond ezt a hatalmi, szociális hierarchiát szeretné magasabbra vinni, és neki az az eszköztára, hogy úgy lesz úgymond egy, nem tudom, elfogadható, vagy úgymond egy menőbb valaki abba a közösségben, hogyha ő kiszem egy olyan embert, olyan gyereket a közösségben, akit úgy érzi, hogy ő valamilyen folytán mondjuk kisebb, gyengébb, vagy mondjuk van valami olyan dolog, ami azt látja, hogy őt tudja azzal bántani. Vagy fogyatékossága mondjuk például. Igen, ez nem azt jelenti, hogy ő valóban egyébként abban gyengébb, csak úgymond, aki kinézi, ő úgy ítéli meg, hogy ebben fölényi helyzetben van. Miért van szüksége egy gyereknek erre? Amiért egy felnőttnek is, most nyilván nem, ez lesz időnk beszélgetni. Magabiztosság miatt leginkább, mert úgymond szeretne sikeresebb lenni, úgymond a közösségben, és általában az ilyen bántalmazások azok nem úgy szoktak működni, úgymond a két, négy szem között, hanem vannak részlevők. Ennek a bántalmazásnak azok is szereplői, akik tudnak a dologról és látják. Ez nem azt jelenti, hogy ők okozzák, vagy ők tehetnek a dologról, de azért is érdemes egyébként erről beszélni, mert igenis tudják azt a diákok, hogyha valami történik, és én azt látom, és tudok róla, és nem csinálok semmit, akkor én is a szereplője vagyok annak a dolognak. Érdekes volt, amit mondtál, de most felkaptam a fejem, mert erre még talán soha nem is gondoltam, hogy... A bántalmazó az tényleg alapvetően, szerintem mindenkit bántal, engem is csúfoltak, szerintem mindenkit, most nyilván ennek a mértéke ez mindenkinél más, vagy kiben milyen nyomokat hagyott, de a bántalmazó leginkább, vagy sőt az esetek javarészében, vagy mindig csak társaságban bántalmazza a bántalmazottat. Mi történne akkor? Nem tudom, hogy van erre kutatás. Igen, hogy valakit ezt a két embert leülteted egy terembe, ott nem folytatódna tovább a bántalmazás. Én ezt szerintem ebben 100%-ig biztos vagyok. Az esetek többségében így van szó. Szóval a bántalmazónak igazából arra van szüksége, hogy úgymond nézőközönségre van szüksége. Hogy azt lássák, hogy azt abban a helyzetben ő van fölényben. És egyébként ez azért is az egész társadalomra is hatással van, és azért nagyon-nagyon fontos erről beszélni. Nem csak azért mondjuk, hogy a diák éveket úgymond ezt így optimálisan megéljék a diákok, hanem azért, mert hogyha valaki azt éli meg, a bántalmazó, hogy úgymond idézőjelben, most utatom az idézőjelet, sikerélménye van, és mondjuk nincsen következménye, akkor ez eszköztára beszűkül. És később ebben fennállhat, hogy egy olyan felnőtté fog válni, aki mondjuk bizonyos helyzeteket ugyanilyen szűklátókörűen fog megoldani, például, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, agresszívan vezet, vagy valami olyat csinál, akkor úgy kezeli azt a helyzetet, hogy agresszívan. De szóval ez azért nagyon fontos, hogy ezt átadjuk a tudást és az információt, hogy megértsék az egészet, hogy ez miért van, miért alakul ki, mi van úgymond magában, úgymond a helyzetben, amikor benne vagyunk, és ennek milyen következményei vannak mind az egész közösségre. Mert ez az egész a közösségre negatívan hat. A közösség egyébként az, amivel legjobban közösségnek a erősítésével tudjuk ezt leginkább kivédeni.
meg megérteni. Például azzal, hogy innen erednek, a bántalmazásból erednek például a klikkesedések akár? Akár, igen. Akár nyilván klikkesedéseknek is vannak. Mert az úgy is, így is, is van, mondjam, persze. Ilyen klikkesedés, szóval vannak úgymond a jó klikkesedések. Meg azonos az érdeklődés, hasonló, most, hogy traktorozni igen, szeret igen, az a 3-4 igen, gyerek, akkor az óhatatlanul klik. A klikkesedés inkább azt nevezném, hogy attól függ, hogy az milyen hatás gyakorol a közösség többi tagjaira. Nincsen baj effektív az, hogy 2-3 ember valamiről kommunikál, hanem az, hogy milyen hatás gyakorol a többiekre, illetve a saját magukra. Illetve az is, hogy utána vissza tudnak épülni ugyanabba a közösségbe, vagy azért klikkesednek, mert a közösségbe nem tudnak beépülni. Igen, ez is egy abszolút egy másik, más téma. Mondtad azt is az imént, hogy a bántalmazó egyfajta sikerességet keres abban, hogy bántalmaz, erőfölényt akar mutatni. Igen. Viszont, most lehet, hogy kicsit bugyutának tűnik így a kérdés, filmekben azt látjuk, hogy a bántalmazó az általában sikeres. Egy mini közösség vezetője, fiúk közt a legerősebbik, a lányoknál a legszebb, legcsinosabb, majd én megmondom ott a kis Jucikának, hogy milyen ronda vagy, stb. De ha ő alapvetően sikeres, lehet, hogy ez a valóságban is így van, nem csak a filmekben, akkor az alapvetően sikeres gyermeknek miért van szüksége arra, hogy a nála egyébként is gyengébbet rúgja, üssevágja, csúfolja. Hogyha filmes példán nem maradunk, egyébként ez abszolút egy jó példa, mert tudunk fel azonosulni, azért filmeknél megvan egy bizonyos tematika, ami alapján megy ugye a film. És ugye itt nem azt mondom, hogy valamiben nem sikeres, uh-huh. De nem mindegy, hogy miben. Mert hogy ha valamiben sikeres, de mondjuk nem objektíven nézi a dolgokat, szóval ha előbb említettem, hogy szűklátókra nézi a dolgokat, akkor szűklátókra nem érhető az embernek az élete, mert rengeteg inger él minket, rengeteg emberrel találkozunk, rengeteg élethelyzetben célszerű vagy segítségű szolgált az, hogy mondjuk esetleg jól, objektíven tudunk dönteni optimálisan. És hogyha beszűkülünk, akkor nem tudunk a közösségbe úgymond alkalmazkodni és aktívan részt venni a társadalomban. Szóval egy dologban simán lehet, hogy az illető az például sikeres. Tehát akkor most mondjuk, de mondod, csak sikeres, szigorúan filmes az, példát igen, mondva például, hogy a hallgatók most így egyértelműsítik, de mondom, ez csak egy fiktív példa, hogy a sikeres focista, amerikai focista, nem remélnánk, mert nem is olyan, mert ne bántsuk se, sikeres amerikai focista, az bántja a jól tanulót, ugyan mindenki felnéz rám, mert ő a sikeres focista, de ő nem tanul jól. És ezáltal érez egy irítséget, hogy butábbnak érzi magát mondjuk a jó tanuló fiúnál, aki akár kicsit elesettebb igen. nála. Mondom, szigorúan filmes példánál igen, vagyunk. Igen, egyébként itt úgymond a helyzetnek a kezelésénél például nagyon fontos, de ezt is majd jobban kifejtjük, hogy nem jó eszköz az, hogy akit a bántalmazót úgymond megdorgáljuk, büntetjük. Nem jó megoldás az, hogy például nagyon úgymond nem is az óvni szólt, szóval a bántalmazottat óvjuk, hanem inkább úgymond, mint egy mentorként jön be az osztályfőnök, vagy valamilyen olyan felnőtt, akiben megbíznak, hogy egyáltalán a helyzetet megértsék, hogy ez miért alakult ki, ők hogyan élték meg, és mi úgymond a céljuk vele, és az a cél mondjuk az mennyire hova vezet. Úgyhogy így tudunk inkább segíteni, hogyha lényegében, hogyha mondunk egy ilyen példát, hogy bizonyos személy például sikeres, meg a közösségnek mini csoportjában is például sikereket él el, az akkor is azt gondolom, hogyha ez rendszeresen az ő úgymond identitása, ami mondjuk, ha egy filmet nézünk, és mondjuk amerikai focista is, akkor az identitása olyan amerikai focista, aki így oldja meg a helyzeteket, hogy nem tudom, szabálytalan, uh-huh. Az nagy valószínűséggel, ha így kibővítjük az életét, akkor lehet, hogy amikor már ő mondjuk már nem egy 36 évig csinálja például azt a szakmát, amiben egyébként tényleg baromira jó, meg mondjuk sikeres is, mert hozzátartozik az imidzséhez. Ha ő ezt tényleg az imidzsének a része, és nincsen más eszköztára, és nem tudatosan csinálja, akár a bántalmazást is, akkor később ebben a szerepben nem fog annyira jól tudni kijönni, és nehézségei lehetnek. Lehet akár
közös célt, most hangosan gondolkozom, mert erre is most felkaptam a fejem, hogy, hogy mondtad, hogy az sem megoldás, ha bántalmazott dolgán, mert attól még nem oldódik megoldás, meg az ő le fejében ez van. A helyzet. A nem érti meg. Hogy nem érti, ő azt mondja, hogy hát ő nem bánt igen. senkit, a bántalmazottat attól még nem tudjuk kiemelni ebből. Ez egy ebből. Nagyon okokozat. Szóval itt az is nagyon-nagyon fontos, hogy egyáltalán aki bántalmaz, ő tudja, hogy miért bántalmaz? Mert nem azért bántalmaz ő. Igen, szóval, hogy most azt a példát mondtam, hogy azért, mert hogy valamilyen, nem is tudom, például szociális hatalmat érjen el a közösségben. Mert lehet, hogy felette is szociális hatalmat gyakorolnak dolog, akár. Hogy ő például miért így, miért azt érzi, hogy így él például magasabb fokozatban például ott a közösségben? Hogy mi történhetett például vele? Lehet, hogy butaságot kérdezek, mit de a van ilyen, hogy melyik van hamarabb, a tyúk vagy a tojás? Hogy ki van hamarabb a bántalmazó, és adja magát a helyzet? Tudom, hogy ez így most hülyén hangzik, vagy a bántalmazó... A bántalmazóval kell először, nem őt, velem mindenképpen foglalkozni kell. Az áldozattal is, de ott lehet, hogy igazából az is egy úgymond egy ilyen általánosítás, hogy nincs kb. Arra definíció, hogy kit szemelnek ki. Ezért kérdeztem, hogy mi igen. alapján szóval dől el, hogy van egy 30 fős közösség, igen. mondjuk egy osztályban, és egy-két éven belül kialakul, hogy ki az a 4-5, mert szerintem nem egy gyerekről van szó, szerintem egy osztályban, hanem inkább több, és több bántalmazó, hogy mi alapján alakul az ki, hogy kihez csatlakoznak, mert nyilván van egy középen álló réteg is, aki se nem bántalmazó, se nem bántalmazott, de nem akarja azt, hogy ő bántalmazott legyen, ezért nem áll a bántalmazott mellé, de úgy a bántalmazó mellése, de ez egy nagyon nehéz helyzet, egy ilyet hogyan lehet kezelni, és ezért kerestem rá a közös célra, hogy például az megoldás lehet-e, hogy leültetni a bántalmazottat és a bántalmazót, és hogy leülni velük, hogy figyelj, te ebben vagy jó, te ebben, te segítsd őt a tanulásban, hogy jobb legyen matematikában, mert neked az az erősséged. Te pedig erős vagy, mert tudsz 20 darab fekvőtámaszt csinálni, Józsika meg nem, hogy segítsétek egymást, és akkor kialakulhat valamiféle közös út. Nem tudom, hogy működik-e, csak hogy megint amerikai filmpéldával jöjjek, nem tudom, hogy láttad a Jumanji című filmet. Igen. Ott tipikusan arról szól, hogy 4-5 tök különböző karakter, lányok, fiúk kerülnek egy azonos élethelyzetbe. Mindegyikük másképpen kezeli, de a végén az jön ki belőle, hogy egymás nélkül nem tudnak működni. És szerintem ez egy nagyon klassz mondani valója. A dinamikán egyébként az abszolút egy nagyon fontos dolog, szóval tényleg a megoldás az, hogy hogy a közösséget építsük, és hogyan építjük a közösséget, és itt nyilván a közösségbe beletartozik az a két szereplő is, hogy tényleg megértjük a helyzetet, és eszközöket kínálunk nekik, akár például, amit most mondtál, hogy akár nekik eszköz az, hogy felfogja azt, megérti azt, hogy hát igen, én ezt azért bántottam, és igen, engem azért hogy idegesít, ki, hogy amikor focizunk, ő miatt a kapunk ki mindig. Lehet, igen. hogy csak ez a problémája. Úgymond, ez egy hosszabb távú folyamat, de terapeutaként is, amikor járnak hozzám, a tanácsadás, én azt a módszert viszem, a tanácsadás nem működik. Arra vezetni, mert mindenki más családi mintát hoz, te is minden nap, simán mondhatom, hogy másképpen kelsz fel, lehet egy két napja még így keltél fel, ma meg így. Szóval az, hogy például azt napot te hogyan oldod meg, az éppen az aktuális, úgymond érzelmi állapotodon múlik, nyilván van egy általános bevezetés. Ha reggel kapsz egy jó hírt, akkor másképpen kezded a közlekedési dugót, mert felhangosítod a rádiót. A tudatosabbaknál azt mondom, hogy ezt már tudják kezelni, mert felmérik azt a mögöttes tartalmat, de általában az embereket azért ez befolyásol, de vezetni arra az irányban lehet, hogy például, ha te azt gondolod, hogy ez egy jó megoldás, amit mondta, az egyik mondjuk fizikailag erősebb, a másik például, nem tudom, jobban megtanul, megcsinál matek leckét, akkor tudjuk arra felé vezetni őket olyan nyitotizált kérdésekkel, hogy ők belőlük kihozzuk azt a választ. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, igen. tehát ez nem az, hogy leülnek igen. együtt, és utána nem fognak futkározni együtt a fagyizóban első körben. De szerintem ez egy út lehet, akár csak itt gondolom, itt kinek a...
Mikortól kell elkezdeni egy pedagógusnak például ezzel foglalkozni? Óriási a felelősség a pedagógusnak, nyilván más szempontból is. Sokan sokféleképpen vélekednek arra, hogy a pedagógusnak az a dolga, hogy tanítson, nem viselkedést tanítson a gyereknek, hanem tudást adjon a gyereknek, de a szülő meg azt mondja, hogy hát oké, de én nem vagyok ott az iskolában napközben, tehát legtöbbet, bárhogyan nézzük, a gyermekkel a pedagógusok vannak. Hogyha most itt nagyon leszűkítem óraszámra, de ő neki a tudást kéne átadni, nem látja egyébként feltétlen, hogy a szünetekben mi zajlik, hogy leverik-e Jancsikának a fejéről századjára a sapkát. Jancsika először még szól, de már századjára nem szól, hanem azt hiszi, hogy az a természetes, hogy minden szünetben leverik a fejéről a sapkát. Igen, ez egy, egyébként én járok érzékenyítő terapeutaként iskolába ezekről a témákról előadást tartani rendszeresen szakközépiskolákba. Ott ez a 6-12 alkalom, ami működik, ami azt jelenti, hogy legelső órán úgymond egy ilyen megismerkedési folyamat van, hogy mi miért vagyunk ott. Hogy kialakuljon egy bizalom. Igen, így van, és hozunk akár saját megélt példákat. Én például azért is lettem érzékenyítő terapeuta, nem csak azért, mert ez a szakmá, hanem én is megéltem hasonló helyzeteket, illetve fel is vállalom. És így ez így nagyon megvan akkor egy bizalmi kapcsolat, ami egyébként a kulcs szó erre a foglalkozásokra, hogy érezzék azt, hogy te partneri kapcsolatba szeretnél velük kerülni. Tehát, hogy tudod, hogy miről igen, beszélsz. Igen, és hogy nem egy kioktató és egy véleményező kritikus van vele szembe, hanem egy olyan személy, aki meg szeretné érteni, hogy ő miben van benne, ez nagyon fontos. És hogy a visszakanyarodunk a kérdésedre, amit felhoztál témának, hogy egyáltalán tanár mennyire, hogyan, mit vállaljon, ez azért nagyon egyénfüggő. Én azt gondolom, hogy ezt is nagyon összességében szoktam nézni, hogy az, hogyha a tanár ezzel tud, vagy egyáltalán olyan az ő személyisége, vagy olyanok a, hogy is mondjam, a belefér az idejébe, vagy egyáltalán olyan mondjuk a iskolának a vezetője, akikkel ezt is szimbiózisban tudják csinálni, és valamilyen rendszert bevinni, akár osztályfőnöki órán, akkor úgymond én inkább javaslom azt, hogy inkább csípjünk el az osztályfőnöki órából, és beszéljünk ilyenekről, vagy akár a tesi vagy rajz, amire általában oda szokták adni, mondjuk havonta egyszer, mert hogyha egy közösség jó, ha egy közösségben jól és biztonságosan érzem magamat, az egyértelműen pozitívan kihat a tanulásomra. Az egész életünkre. Az egész életünkre, az egész további életünkre. Mikortól, lehet, hogy hülyeséget kérdezek, mikortól kell elkezdeni azt, hogy foglalkozni? Tehát én apaként úgy vélem, hogy hamarabb kellene elkezdeni a gyerekeket arra nevelni, hogy probléma legyen, hogy megelőzni egy ilyen helyzet kialakulását, mint hogy kezelni. Tehát ugyan, mint egy fogorvosnál, nem akkor megyünk, amikor kirohadt az egész fogsorunk, hanem nyilván előtte kéne, mert akkor igen, nem várjuk meg. Ez mindenne így van. Egy nagyon picit hozok be csak egy példát egyébként, hogy a digitális nevelés oktatást, hogy egyébként nem ott kezd, sok szülő azt hiszi, hogy ott kezdődik úgymond ez a digitális oktatás nevelés, hogy a x éves gyerekemnek veszek egy telefont, és meg odaadom neki. Igen, nem ott kezdődik. Ez ott kezdődik, hogy te például, amikor megszed a gyereket, és mondjuk anyuka vagy, és eteted otthon, és akkor mondjuk már úgy elteted a gyereket, hogy ott a telefon a kezedben, vagy egyáltalán mit lát, hogy te vacsorán előveszed, hogyan beszélsz a telefonba. Már ott kezdődik, hogy ő mit lát abban a mini közösségben, amit mondjuk nevezzük mondjuk családnak. És ennél is azt gondolom, hogy amikor például jön egy, nem tudom, mozgássérült az utcán, hogy te azt hogyan kezeled, vagy akár ha valaki, bocsánat, valamit szól a másik kocsiból neked, te azt hogyan kezeled. Ha valaki mondjuk segítségre szorul az utcán, akkor például te hogyan? Hogy elfordítod a fejed, vagy odamész és segítesz. Megkérdezed, hogy mi van vele? Ez mind ott kezdődik, szóval ezek a mindennapokban megjelent dolgok. Akkor a kis közösségben, amit nevezünk mondjuk osztálynak, kezdjük el, hogy teljesen nulláról, mikor indulnak nulláról, egy munkahelyen soha senki nem indul nulláról, mert megalapuló új munkahelyek, ahol mindenki 0 kilométeres, az ezért nyilván ritka. Tehát mindig becsöppensz egy közösségbe felnőttként is. De mondjuk egy első osztályos gyermek, 6-7 évesen ott állnak, ritk egy-kettő valószínűleg ismeri egymást, de nem, több maximum az óvodából, és még a tanítónéni is új, plusz még a gyerekeknek is új a tanítónéni, és a tanítónének a gyerekek. Tehát ez egy teljesen kezelhető helyzet. Itt már
el lehetne kezdeni azt, hogy folyamatosan, amikor alakul a közösség, és nyilván kezd láthatóvá válni, hogy kik az erősebb egyéniségek, kik azok, akik kicsit gyámoltalan, most a szó nem pejoratív értelmében, már akkor érdemes ezzel foglalkozni a tanítónőnek, vagy például nektek? Igen, igen, én itt első gondolatként a szabály szó jött a fejemben, inkább nevezzük szokásoknak, az, az jobban tudnám inkább. Meg jobban hangzik. Jobban hangzik, igen, befogadható mindenki számára, hogy én első alkalomtól kezdve megbeszélnem a szokásokat. Hogy milyen alapvető szokások vannak, például amikor az óra van, akkor kezd, nem tudom, például akkor azt mondja a zsebkendő, szóval nyilván most tudjuk, hogy milyen alapvető ki kell menni mosdóba, templomba, akkor például hogy viselkedik. Alapvető szokások, és én azt egyébként hozzáteszem, hogy mi nem csak gyerekekhez megyünk osztályterembe érzékenyítő terápiát tartani, hanem vannak olyan foglalkozások is, amikor tanároknak tartunk például egy ilyen mini workshopot. Úgyhogy csak a nevelő van a ott, nevelő, tehát a gyerekek igen, nincsenek. Hogy nekik is megkönnyítsük a munkáját, hogy egyáltalán, hogy észrevegyék azokat a, akár mondjuk személyiségtípusukat, mert azért vannak alapvető személyiségtípusok, amikor viselkedésből, kinézetből azért tudod szűrni azt, hogy de inkább viselkedésből. Hát végignézel egy osztálytermen is, igen, látod, nézed, hogy... Ez már a viselkedésnek a következménye, inkább így mondanám. Úgyhogy, hogy úgymond ezzel megsegítse a saját munkáját. Amit ugye, ami a bevezetőmben volt, hogy ti körülbelül ugye 7. és 12. osztályos diákok, most e közötti korosztályról beszélgettünk, ők a... Ez a 7. 8. Igen, tehát olyan, mint mondjuk 12-től 18-ig. Ez azt jelenti egyébként, hogy ti most külön csak ezt a most csúnyán fogalmazva szegmest választottátok ki, vagy korábban is van bántalmazás? Korábban is van. Első osztálytól is van. Óvodában is elindul. Igen, tehát hogy ezért kérdezem, hogy... Egy bizonyos célcsoportot szerettünk volna úgymond húzni egy ilyen statisztikát, mert az eredményekből mi majd ezeket a rajzokat fogjuk úgymond pszichológussal validálni. Hogy egy, és azért volt fontos ez a rajzpályázat, mert így nem a mi szemszögünkből látjuk a helyzetet, és onnan próbálják megoldani. Akkor várjál, ne menjünk bele, mert a közepéről kezdjük el. Jó, tehát van ez a rajzpályázat, miért írtátok ki, kinek szól, miért van erre szükség, és a többi, és a többi. Azért írtuk ki, mert sok felnőttel és gyerekkel is foglalkozunk, és abszolút az a, úgymond a tapasztalatunk, hogy tényleg egyre nagyobb szükség van arra, hogy a gyerekekkel úgymond foglalkozunk, és ez az egyik ok az, hogy az információ egyre több, az élet egyre felgyorsult, egyre több a kérdés az emberekben, nem csak azért, mert mondjuk most esetleg például az, hogy háborúk ugye voltak, az infláció vagy a Covid, ez mindez egyébként nagyon meghatározta a kereskedelmet, a vállalkozásokat, a szociális helyzetet, a társadalmat, ez mindez meghatározta. Az alapvető létünket, igen. Igen, ez az, hogy ebből adódóan nem csak a mivel ez a szülőkre nagyon nagy hatással van, ami a szülőkre hatással van, az a gyerekekre is. Plusz az interneten nagyon sok információt kapunk, aminek lehetnek előnyei, és nem is a hátrány szót mondanám, hanem egyáltalán az, hogy én most hova tartozom? Hogyan oldjak meg egy problémát? Mert beütöm az internetbe, és ott van egyből, nem tudom, legalább 1000 megoldási kulcs. Hogy akkor most hova nyúljak? Ez leginkább azért van, mert azt látjuk, hogy úgymond egy kicsit, mint egy ilyen szita, vagy szűrő. Hát meg tanástalanságot szül. Tele van homokkal, igen. És akkor kicsit is szitáljuk meg, és akkor jó, ott maradnak azok a kavics darabok, egy kis levelecsk, és akkor jó, akkor beszélünk arról, de hogy nem tudunk valamiről beszélni, még tele van minden homokkal. Kicsit szűrjük meg, oké, nekem ez tetszett, én ezzel tudok azonosulni, jó, akkor kicsit menjünk jobban bele. Lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de szerintem egyet fogsz érteni. Nem azt mondom, hogy ne legyen kínálat, mert a kínálat az alapvetően egy jó dolog, de a túlkínálat tanástalanságot szül, igen, és azáltal, igen, és ez jutott erről eszembe, hogy a tanástalanságom pedig a magabiztosságomat veszi el, mert úgy érzem magam, hogy én nem tudok dönteni, hogy lehetek ilyen döntésképtelen. Pedig nem biztos, hogy én vagyok a hülye, hanem egész egyszerűen abból a lehetőség áradatból, amit kapok, abból egyébként a nagy javarészt használhatatlanok,
vagy egyébként használható, de csak be akarnak csapni, és drága, nem ér annyit, stb. És nekem kell ebből kiszűrnöm, és ez mindenféle jellegű információ, kereskedelmi információ, teljesen minden reklámok, akármi, nekem kell kiszűrnöm azt, hogy mi ebből a helyes. Tehát lásd, mondok egy példát, nem vagyok beteg, de már annyi gyógyszert szedek, meg vitamin, pedig nincs is rá szükségem. Nagyon és jó ez az egész életedre kihat. Itt a biztonsági faktornál például az, hogy az előtt, például még az én szüleimnél, vagy mi szüleinknél, úgymond a generációváltás is sokkal jobban megsűrűsödött. Ami azt jelenti, hogy generációváltás, ez a 20-25 évente van, úgymond, mert ugye amikor születik, úgymond az anyukádnak, amikor születik egy újabb gyermek. Amikor lép egyet a család, már igen. Már úgymond ilyen digitális generációkról is beszélünk, ami azt jelenti, hogy teljesen más, hogy is mondjam, gondolkodási mechanizmusai vannak, ami egyáltalán azt mondom, hogy rossz, nem rossz, hanem ez egy tény. Más, igen. Tehát az annak, a 20-25 év, az most már 10 év. Én még az IV-n nőttem fel, és pont azon gondolkoztam, hogy jöttem ide, hogy így bevittük az online dolgot, ami abszolút hatás van a gyerekekre. Én még az IV, de ott még azt hiszem otthon volt a nappalival, és nem, az iskában nem volt a tehát kezemben a telefon. Más, aki a Facebookon kezdett el aktív használó lenni. Más, aki a TikTokon, igen, meg még tovább mehetünk. Igen, teljesen más, és ezért egyébként is így bevontod azt, hogy plusz, szóval kitágult az információ, felgyorsult a dolog, nincsenek igazából még családok között, szomszédok között is, na, elidegenedés van inkább, viszont nem, nincs meg az a norma, azok a szokások, ami mondjuk régen volt, hogy például a két több generációját együtt és egymást segítették. Hogy például az anyukák általában most már mindenhol dolgoznak. Régen mi volt az, hogy az, igazából az anyuka meg a nagymama oldotta meg ugye a gyerekeknek a házi munkát. Ugye akkor nyilván más volt az eszköztár, most 100 évvel ezelőttről beszélek, vagy 70 évvel ezelőttről, amikor még mindenki maga után mosott, nem volt mosogatógép, nem volt porszívógép, blablabla. Most fogod, elindítod, bedobod, szóval, mire hazajössz, megszárad, igen. Igen, úgyhogy megváltoztak a szerepek családon belül is, az információ nőtt, mivel megváltoztak a szerepek, nincsen az a biztonsági kulcs, hogy azt mondom, ha én így viselkedek, akkor körülbelül ilyen. Igen, de szerinted jól van ez így? Hogy megváltoztak a szerepek? Én a középutakat szeretem. Én azt gondolom, hogy az alap, én azt gondolom, hogy jó, hogyha megmaradnak ezek a szerepek, hogy a nő, a férfi. Nyilván itt megint, mint terapeutaként, ha megkérdezem, hogy neked miért nő egy nő? Mitől igen, lesz meg nő megint egy messzire nő? Visz most, és most de nem a mosogatásról visz, igen, beszélgetünk, igen. Mert az a baj, hogy megmaradtak ezek az ilyen általánosítások, tehát hogyha egy férfi azt meri kimondani, és legyünk őszintén, azt meri mondani, hogy maradjon a nő, miért most ő mosog, meg főzzek, meg takar... Nem, én is megcsinálom, nem erről van szó, hanem hogy maradjon meg azok a nemek közti különbségek, ami szerintem szükségesek ahhoz, hogy egy gyerek, igen anyu, apu, uh-huh. és erre szüksége van, tehát hogy tudja, hogy apámnál ezt tudom mondani, ide tudok fordulni, ezért tudom mondani, anyukámnál meg ezért tudom oda mondani. Igen. Csak nehéz ezeket megtartani. A minták viszont azért, igen, azok nagyon elmosódtak. Szóval, hogy attól még, hogy nő, férfi, attól még az, hogy ő mit hozott, meg mit tapasztal, az még nagyon meghatározza azt, hogy én most miért kinek tudom elmondani azt, amit. Mi a célotok? Most ezen gondolkoztam, hogy egy 12-18 éves korosztálynál, hát én is voltam kamasz, hát most bejönné hozzám az osztályterembe, ülök 16-17 évesen, bejön egy fiatal lány, aki segíteni szándékozik abban, hogy én hogyan éljek meg egy bizonyos problémát, most tök mindegy, hogy bántalmazóként, most ebben a helyzetben, hogy bántalmazottként, hogyan lehet megszólítani, hogyan tudjátok megszólítani? A kamasz, nem tudom, nekem még kisfiam van, de nem tudom, ha most ilyen, hogy mi lesz kamaszként, azt nem tudom. Te, hogy én hogy fogok vele szót érteni, fogalmam sincs. Nekem első osztályos a kislányom, uh-huh. Úgyhogy még nekem sincs abban a korban, hogy kamasz, uh-huh. De amikor megyek a foglalkozásokra, én egyébként onnantól, én például nagyon odafigyelek, hogy például hasonlóképpen öltözzek fel, mint ők. Hogy például, ha lehetőség van rá, akkor ne az iskola padban tudjunk beszélgetni, hanem például a tornateremben, hogy megváltozzon a, uh-huh. úgymond a légkör. És én olyan alapvető, és ott nagyon megfigyelem azt, hogy például ki kivel ül össze, itt megint a személyiségek,
Hogyan, milyen a test, úgymond a test helyzete. Szóval nekem az is mutató, amikor például tárgyalás van, vagy gyerekekkel beszélgettek, hogy ki hogy ül most. Igen, ugye? Én most, igen. Nem feltétlenül, hogy ez, de hogy azért nyilván ez. Most azért lököm, mert hideg az asztal, és több tolászni a kezem. Igen, kirakok például valamilyen feladat van, és akkor viszek rengeteg ceruzát nagyon sok színnel, akkor én például azt is nézem, hogy ki melyik színhez nyúl. Szóval ezért na, de akkor ezek tök érdekes dolgok, ezeket mondd meg, hogy akkor hogy működik. Én azt hittem, hogy például hogy az osztályteremben leültök és beszélgettek, de akkor pont, hogy megbontjátok én ezt az egészet. Megbontjuk, ahogy csak lehet, bontjuk meg, legyen játékosság. Én például nagyon szeretem az alternatívákat felállítani, ami azt jelenti, hogy megoldási kulcsokat, nem megmondom, hogy ez. Én 15 évig sportoktató voltam, jelenleg ugye terapaiként vagyok a Sketch & Joy-nál, és oda is például tudnak hozzánk jönni a gyerekek konzultációra, és ott is arra törekszünk, hogy úgymond ilyen gyakorlati megoldásokat szemléltessünk velük, hogy mik vannak. És például a futást veszük példának, én akkor azt szoktam mondani, hogy lehet az is megoldás, hogy igen, futok, vagy nem futok. De itt az elég nagy a valószínűsége annak, hogy valamelyiket például választom, vagy nem választom, de hozzáteszem még azt, hogy ha esik, akkor például bent csinálok egy funkcionális edzést, ha például egy órán van, és mondjuk úgy, nem tudom, nyugodt időm van, és van kedvem futni, elmegyek egy órás futásra, ha csak 30 percen van, akkor csinálok egy interaktív edzést, nem interaktív, hanem egy intervall edzést. És ennél is igazából mi gyakorlatokat szoktunk nekik mutatni, ha lehetőség van rá, akkor minden egyes alkalommal viszünk olyan gyakorlatokat, amiket ott együtt csinálunk meg, és ez az együtt csinálás a közösséget építi. És a legelső alkalommal mindig ezeket a szokásokat lefektetjük, hogy tényleg ez egy bizalmi kör, hogy érezzék ennek a felelősségét, meg a fontosságát, hogy ami ott elhangzott, és amit csinálunk, ez egy olyan intimitást ad a dolognak, ami mélyíti ezeket a kapcsolatokat, és ezzel egy felelősséget is kapnak ezáltal. Arra van esetleg valamiféle kutatás, most nem kérek tőle számokat, de hogy például egyébként a bántalmazók javarésze az egyébként fiú vagy lány? Vagy ez teljesen változó, mert más jellegű a bántalmazás is. Nem gondolom, hogy egy lánynál most maradjunk ennél a sapka leverős esetnél, valószínűleg jobban a fiúk csinálják ezt, de egy lány meg lehet, hogy teljesen más, hogy mindig elveszik a lila ceruzáját a kis rózsikának. Igen, más jellegű, ugye bántalmazás nem csak fizikai lehet, hanem lelki is, úgyhogy inkább itt van különbség, hogy a fiúk általában fizikailag bántalmaznak, a lányok meg mondjuk szihésen. Amikor ti foglalkoztok a gyerekekkel, akkor egységként foglalkoztok velük, vagy például külön lányokkal, vagy külön fiúkkal, vagy jobb, vagy működik? Együtt. Azért, mert együtt működik együtt? Meg közösség. Ott ilyenkor a nemek nem választódnak el? Kimész az utcára, a munkahelyedre, boltba, mindenhol van férfi és nő. Szerintem pont az a egyik célja, hogy úgymond a társadalomban olyan szerepet tudjon vállalni, ami a társadalmat és magát is építi. Ez a pályázat. Akkor gyakorlatban hogyan működik, amit ti most kitaláltatok? A pályázat úgy működik a gyakorlatban, hogy iskolákat vagy személyesen, vagy telefonon, vagy e-mail formájában felkerestem, és elküldtem nekik ezt a pályázati anyagot. A pályázatban nagyon konkrétan le van írva, úgymond azok a kritériumok, amiket mi úgymond szeretnénk, hogy ez milyen formában kapjuk meg a gyerekektől. Mik ezek a kritériumok? Ezeket gondolom elmondhatod. Inkább úgy mondanám, hogy konkrétan nagyon szabad kezet adunk, de leírtuk konkrétan, mert sokszor azt tapasztaltuk, hogyha nincsen leírva konkrétan, hogy mit nem. A gyerekem azt szoktam megkérdezni, mondom, rajzolják is, fiam. Az a lényeg, hogy azt mondja, hogy mit rajzoljak. Igen, hát igen, de mondom, amit szeretné. De igen, mit rajzoljak? Tehát igen, valamiféle itiner szükséges, és mi ez, igen, mi ez az útmutató? Leírjuk konkrétan azt, hogy lehet írni is, lehet ceruzával, lehet úgymond idézőjebb irkafirkát csinálni, vagy valami graffitit csinálni, vagy valami csendéletet megjeleníteni. Szóval konkrétan, gyakorlatilag, ami kijön belőlük, mert nekünk minden mutató. A rajztanárok volt, hogy megkerestek engem, és mondták, hogy hát volt egy-két rajz, amit ő számukra, mint rajztanár, úgymond értékelhetetlen, de nekünk az is mutatója, hogy például egy 8. osztályos, aki mondjuk tudja azt a rajztanár, hogy mondjuk egy hónappal ezelőtt egy teljesen más témáról miért tudott megjeleníteni például egy gyümölcstálat, teljesen szintjének megfelelően, akkor például, amikor bejött ez a téma, akkor miért firkált össze a papírt? Nekünk itt nem az a, úgymond a nekünk ebben tényleg a mennyiség a lényeg, és idézőben nem a minőség, hanem a mennyiség, hogy minél több gyerektől lássuk, hogy ő hogy éli meg azt.
Mire számítotok, hogy borzasztó nagy különbségekre, igen, vagy valamiféle sematika előfordulhat, mondjuk azonos korosztálynál? Tehát nyilván, vagy például lehet, hogy most megint, mert ugye egységről beszéltél, de például akkor, amikor a rajzokat megnézitek, akkor azt megnézitek, hogy fiú vagy lány rajzolta? Vagy annak sincs most jelentősége? Első körben nem nézzük meg. Hanem amikor értékeljük a rajzokat, akkor igazából van erre egy konkrét csapatpszichológus, akivel ezt így értékeljük ezt a dolgokat, de ez leginkább akkor fontos, hogy úgymond mit jelenít meg a rajzokon. Hogy például azért, hogy mi úgymond egy ilyen statisztikát tudjunk húzni, akár például egy olyan kérdés, amit feltettél pár perccel ezelőtt, hogy például a fiúknál van például több bántalmazás, vagy a lányoknál van, vagy több az áldozat, nem több az áldozat. Szóval lényegében az eredmény tekintetében lényegében mindegy. Nekünk azért fontos tudni azt, hogy fiú vagy lány, hogy tudjunk valamilyen statisztikát húzni. Ebből egyébként milyen következtetéseket lehet levonni? Na most tényleg, tehát hogy mivel annyiféle rajz fog jönni, most mondok egy példát, mondok egy saját példát, az én kisfiam imádja ezeket a mesebeli szörnyeket, és ő biztos vagyok benne, most így ő azt rajzolhatná, amit akar, akkor vagy rajzolna egy Godzillát, most a saját kis szintjén, vagy egy nem tudom milyen Predátort, bár a filmet nem láttad, de szeretné, de boldog lenne, de ismeri magát. Lerajzolja, nektek kell valamiféle háttértudása arról a gyermekről, most tök mint egy kisfiú vagy kisnek, mert most megnéznéd, hogy ő mit rajzol, ő soha életében nem kapott egy pofon, nem lett bántalmazva, stb. De mégis olyat rajzol, ami valamiféle erőt akar sugározni, vagy az ő szintjén szuperhős. Tehát, hogy érted, hogy mit akarok kérdezni, hogy kell-e, szükséges-e nektek előtte valami, vagy ez adhat egy csak egy általános képet? Ennek a lényeg igazából az általános igazából eredmény, hogy jelenleg mondjuk Budapesten vagy Magyarországon hogyan, meg egyáltalán a másik pontjának, hogy hogyan vélekednek erről a szóról, hogy bántottak már, mesélj róla. Hogy arról is, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy bántottak már. Itt ez is egyébként egy érdekes, hogy magát a definíciót, szóval egyáltalán a bántalmazás nagyon sokszor egyébként azért van, mert amit a beszélgetés elején is szóba került, hogy nincs meg az információk, akár saját magukról, hogy belőlük ez miért jön ki, és hogy tudják-e egyáltalán azt, amit csinálnak, az bántás? Mert nagyon sok esetben nem tudják, hogy az milyen következményekkel járhat. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy azért maradok mindig a sapkás esetén, mert ez a legegyszerűbb, hogy lehet, hogy akinek leverik a sapkát a fejéről, úgy sejt, hogy ő nem veri el a másikról, de ő azt hiszi, hogy ezzel igazából nincsen baj. Létezhet, hogy nem tud a bántalmazó arról, vagy hogy most jó, kivették a ceruzáját, jó, de végül is utána délutánra visszaveszi, megint ott van a helyén a ceruza, vagy hol alakul ki egy gyermekben az, hogy elkezdi érezni azt, hogy azt érzi biztos, hogy benne, hogy valami nem jó, de hogy ő bántalmazott, amikor az első könycsepp legördül az arcán. Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán ő tudatában van annak, nem csak a bántalmazónak, hogy ez bántalmazásnak számít, vagy mit okozhat vele, hanem akit bántottak, hogy ez most, hogy ő ezt ahhoz, hogy ő segítséget tudjon kérni, vagy merjen kérni, azért megelőzi azt, hogy ő felmérte ennek a súlyát. Ugye mondtam a beszélgetésnél azt is, hogy én is átéltem bizonyos dolgokat. Erről és lehet beszélni egyébként? Lehet, igen. Nekem milyen jellegű? Igen, erre nyíltan beszélek. Nekem 9. osztály előtt volt igazából nyáron egy ilyen igazából abúzusom, és az olyan irányban vitte a személyiségemet, hogy egy nagyon nyitott személyiségből, tényleg az osztály közepe, ikertestvérem van, szóval tényleg egy fiú ikertestvérem, fiúk is tök jó voltam, lányok is, tényleg egy olyan kis jó közösség volt, elképesztően jó. És az eset után nekem teljesen megváltozott a személy, úgymond a viselkedésem, az öltözködésem, a viselkedésem, egy csendes, befelé forduló lány lettem, aki egyébként nem vagyok. Szóval egyébként erre az is fontos információt átadni, hogy felismerjék azt, hogy például basszus, hogy nem ilyen volt, akkor mi lett vele? Mert sok esetben ezt se tudják, hanem csak mondjuk elkezdik kispécizni, mert érzik, hogy valahogy ott hogy gyengébb, lett. És igen. Nekem konkrétan az volt, hogy megváltoztam, ezt észrevették, hogy már nem akarok annyi a társaság középpontban lenni, és a szerdán volt mindig magyar óránk, és mindig engem akartak azok a bizonyos személyek az osztályban kiküldeni, töröm le a táblát, és akkor a nyári tapasztalatom miatt nekem elkezdődött egy ilyen pánikbetegség, tünetek kezdtek nálam jelentkezni, és ez felerősítette. És biztos vagyok benne, hogy azok a személyek ott az osztályban, ők nem
gondoltak bele, hogy ez milyen következményekkel járhat, hogy amúgy is egy gyerek, aki nincsen jól, puza még oda kiküldik, idézett csak töröd le a tárgát. Igen, de értem, hogy lehet, mit mondasz. De hogy igen. Nekem azért ez egy hosszú... Háttal megállni, szúró szemek, igen, nem esik jól. Igen. Ezt úgy le tudtam kezelni. Le tudtad ezt venni? Igen. Igen, saját eszköztárammal, ami egyébként volt egy 5-10 év, és ezért is egyébként fontos az információ átadás, hogy felismerjék, és az, hogy eszköztáruk legyen, és hogy merjenek róla beszélni, hogyha valakiben megbíznak. Kihez forduljon a gyerek először, a pedagógushoz, vagy a szülőhöz, vagy mindegy? Vagy először próbálja meg ő megoldani, vagy ezt ő már nem fogja tudni megoldani. Ha például szülőhöz fordul, akkor például azért célszerű a szülőnek tényleg alaposan kikérdeznie. Mert szokott az az eset is, és megkérdezni tőle, hogy ő milyen megoldást tudna elképzelni, és abban én hogyan tudom támogatni. Mert van az az eset ilyenkor, hogy például elbagatelizálják. Igen, van ez, vagy a kiveszik az iskolából, és nem tudom értelmezni, igen, hogy hát ez nem igen, az a megoldás. Három dolog, az elbagatelizálás, mert lehet egyébként elbagatelizálni, hogy például... De neki az fontos. Neki fontos. Neki az fontos. Igen. Vagy van az, amikor túlságosan a szülő nem és tudom. És rohan be, és megyek az igazgatóhoz. És kiderült, hogy kétszer ő vette el a ceruzát, és utána vették el az övét. Igen, amikor a bántalmazóból lesz a bántalmazott. Igen, és itt jön azért a minta, és a többi. Vagy például azt is mondta, például, amikor kiveszik, szóval, hogy van az eset egyébként, amikor tényleg arra kerül sor, de nem szabad elfelejteni, hogy attól még a helyzetet meg kell oldani benne. Igen. Szóval mi nincsen megoldva, hogy kiveszem, mert ott... Meg lehet, hogy egy másik iskolában ugyanilyen helyzetbe kerül. Viszi tovább ezt a sérülést. Kamaszokkal akkor lehet, van megoldás kamaszokkal is? Igen. Ez a kulcsa leginkább, hogy ez a figyelem és megértés. És egyébként nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy a kamaszok sokkal nyitottabbak a mi vagy a nálunk idősebb generáció felé, mint a idősebb generáció feléjük. Tényleg? Igen. Csak tényleg ez az én koromban más bezzeg volt, mi? Bezzeg, ezekkel nem segítünk. Egy dologgal segítünk, hogyha figyelemmel, értő figyelemmel vagyunk feléjük, és nem azt érzik, hogy kritizálni akarjuk, hogy véleményezni akarjuk őket, hogy én nem megmondó akarok lenni. Talán a legfontosabb az, hogy hallgassuk meg a gyerekeinket. Hát mindenképpen figyeljünk rájuk, igen. Fú, hát holnap reggelig tudnánk erről beszélni. Hát erről lehetne, igen. Pati Kitti volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.